Október 22-én a József Attila Színházban mutatták be Nádai Péter Magányos Cédrus című darabját. A mű egy család életébe enged bepillantást, felidézve azokat a napokat, amikor kiderült, hogy sportolóink nem vehetnek részt az 1984-es Los Angeles-i olimpián. Stefana Gertrúd dala, darab próbáján jártunk. A Magányos Cédrus. Stefana Gertrúd különleges kapcsolatot ápol vele. Egy színházi darab kapcsán találkoztak. Köszöntjük a Digi Sport TV stábját, akik fölvesznek minket és foglalkoznak velünk, a fotós kolléganőt, és hát mint a próba díszvendékét, Stefan Eggertrudot, aki megtisztel minket azzal, hogy végignézi a próbát. Éppen ezért én nem szeretnék leállni. Hirtling István viszont rögtön megállt egy szóra a 80-as évek törvívásának kiemelkedő alakjával, a kétszeres olimpiai bronzérmes és világbajnok Stefan Eggertruddal. Aztán a másik főszereplőből, Fehér Annából is kikívánkozott egy vallomás a Magányos Cédrus főpróbája előtt. Én is törvívó voltam. Hol? A KSI-ben. Nem olyan nagy szóval közeledbe se, de azért klassz sport de, volt, hát, nem? Tíz évig KSI-ztem, úgyhogy... És utána elmentél színésznő? Azért hagytam abba. Igen. Azért hagytam abba. Igen, akkor már nem ment, de nagyon szerettem. Jó. Isten hozott, jó, hogy itt vagy. Köszönöm. Igen. A fogadtatásból is látszott, hogy egy sportoló és eredményei, amelyekkel oly sok ember törvendeztetett meg annak idején, nem vesznek feledésbe csak úgy. 1984. május 16-a. Én szeretem volt. Rólunk szól, egy olyan időszakról szól, 1984-ről, amikor ugye nem mehettünk ki a Los Angeles-i olimpiára. Egy csomó olyan információt ad, amit akkor nem tudtunk. Tehát ez nem egy dokumentumdarab, egy család életén keresztül mutatja be a 80-as éveket. Nem voltál edzésen? Nem voltam, csak edzésen nem volt. Az edzőben azt mondta, menjen mindenki haza. De mi nem mentünk, beültünk egy presszóba. István bácsi? Igen. És ő is ivott? Igen. Örjöngött. Fel kéne jelenteni. Micsoda? Lejtatja a versenyzőket. Milyen neti az ilyen? Én már is vagyok versenyző. Na. Mi van? Nem vagyok versenyző, és nem is megyünk az olimpiát. De miről beszélsz? A Magyar Olimpiai Bizottság május 16-án ülést tartott. Áttekintette és mérlegelte a 23. Az a kiadvány, amit beolvastak hivatalos formában, az olyan volt, mintha visszaszaladtam volna az időben. Ugyanúgy, mint a hátba döftek volna, olyan érzésem támadt. Érdekes, hogy ugye az ember azt gondolná, hogy idővel az ember elrakja magában ezt a történetet, ezt a kiszúrást, amit velünk műveltek 84-ben, és mégsem. Tehát még mindig valahogy, sőt, inkább azt érzem, hogy ahogy idősödöm, és ahogy öregszem, hogy egy rohadt nagy lehetőséget téptek ki a kezünkből, és fáj. Talán még mindig jobban, egyre jobban fáj, szóval nehéz ezt megemészteni. Még csak 20 éves vagy, majd 4 év múlva mész arra az olimpiára. Aha. Ja. Tudod, van klubtársam, aki 26. És? Na, és ez volt az utolsó esélye, hogy kijuss. Jó, hadd meg a címét, beugrom hozzá, megvigasztalom. Hogy ne legyél már ilyen. Milyen? Cinikus. Ebben a darabban pont egy úszós rászról szól a történet, aki elmúlt 20, illetve 20 éves, és már arról beszél, hogy ugye volt egy barátja, egy kollégája, egy sporttársa, aki 26 évesen már az utolsó olimpiára készült volna, és hát nem tudott kimenni. Nálunk is volt ilyen a csapatban. Például Gerevics Pali, akinek ez volt az utolsó nagy fellépési lehetősége, amikor másodszor jött a hír, a megerősítés, hogy valóban nem menjünk sehová, akkor mondta, hogy na sziasztok, összepakolt, és a többé nem folytatta tovább a versenyzést. A darabban az olimpiára készülő sportolót egy mindössze 21 éves fiú, Gönczi Attila alakítja, aki 15 éves koráig igazolt úszó volt. Az egyszerű polgári berendezés részét képező vitrínben az ő saját érmei is helyet kaptak.
Volt itt egy nagyon hosszú kutatómunka, mire megértettük, illetve megértették velem, hogy voltak éppen mi is történt 84-ben, és onnantól kezdve már nagyon nagy célom volt, hogy azt, amit ők éreztek meg, a sportolók, azt valamennyest átadjam, illetve átérezzem. Jól esik, hogy a téma feldolgozódott, és hogy valakiben ez megfogant, hogy érdemes róla beszélni és megmutatni. A színház egyébként is nagyon közel áll hozzám, tehát maga az, hogy itt lehetek ilyen csodát a színészek között, és megélhetem azt, ahogyan nagyon-nagyon jól átveszik és eljátszák azokat a karaktereket, akik akkoriban ugye jellemzőek voltak. Furcsa, hogy tényleg ez egy ilyen téma lett, és örömteli számomra. A színház célja a katarzis végső soron, és ugye a színészek között van egy ilyen tréfás mondat, hogy a katarzis a ruhatárban van, mert amikor a kabátokért harcolnak, nem, itt a katarzis valóban a nézőtéren zajlik. Ebben a bizonyos katarzisban néző és színész egymásra talál, így a végén talán már nem is olyan magányos a cédrus. Vagy mégis? Akkor 25 éves voltam, tehát ha lehet mondani, erőm teljében és a bizonyítási vágy csúcsán, természetesen nem szedtem az ilyen kezdetű mondatokat, hogy milyen lett volna, ha, mert ezt persze nem tudjuk. De ott motoszkál a kérdést.